A köztemető előtti parkban található ifjú Pál Mihály szobrászművész alkotása, az Áldozatok és Hősök emlékműve, a Sátorhegy csoport vonulatát, vulkanikus oronfalat utánzó, természetes sziklatön belőtt sebesült katona alak fekszik, a háború áldozatainak kiszolgáltatottságát szimbolizálja. Ez a kiszolgáltatottság volt jellemző azokra a magyar katonákra is, kiket 1943-ban a Donkanyarnál megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül küldtek harcba a rettentő orosz télben a Vörös Hadsereg ellen. A 207 ezres II. Magyar Hadsereg 70%-os vereséget szenvedett, több mint 100 000-en vesztek oda, sérültek meg, vagy estek hadifogságba. Rájuk emlékeztek a Doni katasztrófa 75. évfordulóján, Sátoraljaújhelyben. Kevés olyan család van, akinek a rokonságából ne lett volna annak idején elszenvedője ennek az ütközetnek. Akár úgy, hogy meghalt, vagy fogságba esett, vagy megsebesült. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy milyen okokból, milyen összefüggések miatt és milyen politikai háttérrel indult el az a háború, a II. Világháború, aminek az eredménye, vagy eredménytelensége többek között a donkanyari magyar vereség lett. És azt, hogy az ország nem tudta megőrizni annyira az önállóságát, hogy ellen tudott volna állni annak a kényszernek, amiben Németország annak idején beleerőltette. Jó és fontos ügy, hogy továbbadják ezeket a sokszor szomorú emlékeket is, de tanulsággal együtt a fiataloknak, és nekem külön jó érzés, hogy az iskolák fontosnak tartják azt, hogy minden egyes megemlékezésen itt januárban, akármilyen is az idő, a gyerekeket elhozzák, és végighallgassák az emlékező beszédet. A Doni hősök tiszteletére idén is lángra lobbant az emléktűz a Hősök emlékművénél, a történelmi egyházak képviselői pedig imát mondtak mindazokért, kik a háborúk borzalmainak estek áldozatául.